A Fiume Barátai Egyesület szervezte azt a kétnapos konferenciát, mely Zrínyi Miklós 480 évvel ezelőtti győzelmét és annak körülményeit dolgozza fel. A meghívott előadók az 1542 óta eltelt idő magyar és horvát hadtörténeti sarokköveiről tartanak előadásokat. Nagyon fontosnak tartjuk a közös történelmnek a kölcsönös tiszteleten alapuló megemlékezését és ennek a projektnek a sikerét a horvát-magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében is. Azt gondolom, hogy a közös történelmi hőseinken keresztül újra közelebb kerülhetünk egymáshoz, a két nemzet, amely egyébként jó kapcsolatban van, jó barátságban van. A megnyitó ünnepségen részt vett Varga Zoltán alpolgármester, Drago Horváth, pécsi horvát főkonzul, valamint Nagy Csaba országgyűlési képviselő, aki köszöntő beszédében elmondta, hogy hazánk és Horvátország települései között nagyon jó a kapcsolat, a két nép a történelem során is együtt tudott működni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a vár most egy 1,5 milliárd forintos felújításon esett át. Gyakorlatilag az építészeti része kész van, és most az új kiállításokat rendezik be, úgyhogy arra várunk, hogy minél hamarabb ezt átadhassuk a közönségnek. Nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy Magyarország és Horvátország múltjában van egy olyan közös pont, amire mind a két ország közösen jól és együttműködve európai gondolatok mellett tud megemlékezni. A konferenciával bővebben két hét múlva jelentkező Horvát fél óra című műsorunkban foglalkozunk.